Kutyád van, vagy macskád? Várjál, ez nem jó, mert ez nem hobbi. A kutyázás sosem hobbi. Hát Emel most már 2,5 éves, most hát 60 kiló, mert most nem járunk tréningekre, most el van kicsit kényeztetve. Olyan munkát kitalálni, ahol kutyákkal tudok foglalkozni, olyan, ami nincsen, és ezért találtam azt ki, hogy az étkezéssel próbálom őket hozzásegíteni ahhoz, hogy egészségesebben tudjanak élni, vagy tovább éljenek betegségektől mentesen, és a gazdákat is erre megtanítani, hogy hogyan tudják a kedvenceiket egészségesen táplálni. Igazából ez egy hivatás, és nem egy munka. Nem tudsz nemet mondani. Itt ez a legnagyobb baj, és ugye ezzel van, hogy nem élnek, hanem visszaélnek, hogy úgyis megcsinálom, mert sokkal fontosabb az, hogy kiegyensúlyozott táplálkozások legyenek, mint ugye a gazdinak a lustasága vagy undora éppen arra is vezethet, hogy visszatérne a táphoz, miközben az nem jó a kutyájának, és tudja nagyon jól, ezért van, akinek én szoktam csomagolni. Megkérdezem, hogy kutyád van, vagy macskád? Mit teszik, mik a problémák, milyen tünetei vannak, mit szeretnél, mi a cél. Összeállítunk igazából egy étrendet, és az alapján összeválogatjuk, hogy mi szükséges hozzá, de általában mindig szoktam egy nap gondolkodási időt adni, mert tényleg csak akkor vágjon bele az ember, hogy a komolyan is gondolja, és végig is csinálja. Szóval rengeteget javít ugye a közérzetükön, a szőrüknek a minőségén, a testsúlyukon, a kinézetükön, ugye rengeteg minden nem változtat. Hát, mondanám azt, hogy elég súlyos, de a gyerekekkel nagyon jól kijön, persze, ugye mindenkinek megvannak a szabályai, és azokat be kell tartsák, ugyanúgy a gyerekeimnek is, ugyanúgy az emelnek is. You light my fire, just fall.